Sziasztok, Kis Henő vagyok a Mekka Gymből, és arról szeretnék beszélni nektek, hogy kell-e vajon a nagy súly a fejlődéshez. Először le kéne tisztázzuk azt, hogy mi az, hogy nagy súly. Hogy a nagy súly az nem mindenkinek ugyanazt azt a nagy súlyt jelenti. Tehát van, akinek a fekvenyomásnál a 100 kg is nagy súly, van, akinek meg a 300 kg a nagy súly. Ez mindenkinek az erő állapotától függ. Tehát én úgy gondolom, hogy a nagy súly fogalmát azt így lehet behatárolni, hogy egyénenként kinek mi a nagy súly, kit mennyire terhel meg az a bizonyos súly, amivel ő dolgozik. Hogyha ilyen 8-10-es szériákban gondolkodunk, azon belül az a nagy súly, ha mondjuk a 8-9-10-edik ismétlést, azt már olyan nagyon-nagyon nehezen, egy kicsit szabálytalanul tudjuk kinyomni. Tehát én úgy gondolom, hogy az már nagy súlynak számít, hogyha így fejezzük be a sorozatot. A kis súly az pedig azt jelenti, hogy ezt a 8-9 vagy 10 ismétlést ugyanolyan könnyedén fejezzük be, mint ahogy elkezdtük, tehát az egy kis súly. Ennek a kis súlynak túl sok jelentősége nincs abban, hogy mi fejlődni tudjunk, mert ez nem terhelő, ez csak egy átmozgató edzés. Viszont az átmozgató edzés az jól lehet bemelegítésre, vagy hogyha esetleg valami hosszabb kihagyásból, esetleg betegségből visszatérve kezdünk el újra edzeni. De ahhoz, hogy fejlődni tudjunk, ahhoz feltétlenül szükséges a nagy súly, és az a nagy súly, ami nekünk nagy súly. Amiről én most itt okoskodok, az természetesen a testépítésre vonatkozik. Tehát egy erőemelő sportolónál teljesen más a nagy súly, illetve a kis súly, meg nyilván ott egész más ismétlés és széria számokkal dolgoznak. A testépítésnél a 6-os ismétlés alá nem igazán célszerű menni, csak akkor, hogyha esetleg pont az erőnövekedés vagy az erőnövelés a célunk. Akkor is oda kell arra figyelni, mivel testépítésről van szó, hogy az a 4-5 ismétlés esetleg, amit akarunk végezni erőnövelés szempontjából, az is szabályosan legyen végrehajtva, mert hogyha úgy dolgozunk nagy súlyokkal, hogy szabálytalanul hajtjuk végre a gyakorlatot, annak biztos, hogy sérülés lesz a vége. Lehet, hogy ideig, óráig lehet alkalmazni, de előbb-utóbb abban olyan csúnya sérülés lesz. És egy testépítőnek, meg egyáltalán egyetlen sportolónak sem az a célja, hogy lesérüljön. Tehát én mindenképpen úgy gondolom, hogy intelligensen kell megválasztani a nagy súlyt. A kis súlyokkal való terhelés és magas ismétlés szám, illetve a kis súlyok által használt lassú kivitelezés, azt arra érdemes használni, hogy a koncentrációt, az agyizom kapcsolatot tökéletesen ki tudjuk alakítani. Tehát, hogyha először kis súlyokkal hajtunk végre egy bizonyos gyakorlatot, mondjuk egy új gyakorlatot, amit még nem próbáltunk, akkor az célszerű előbb relatíve kis súlyokkal végrehajtani, mert akkor tudunk igazán arra az izomcsoportra oda koncentrálni, amire az a gyakorlat hatással van. Hogyha így a kis súlyokat alkalmazva megtanultuk a tökéletes végrehajtást, tehát azt a végrehajtást, amivel tökéletesen el tudjuk határolni azt az izomcsoportot, amit megcéloztunk, akkor utána már nyilván érdemes a nagyobb súlyt választani, mert csak attól lesz izomtömeg rajtunk.